Zajlik a szavazás Kazahsztánban, ahol az évtizedek óta hatalmon lévő autokrata vezető Nurszultán Nazarbajev lemondása után előrehozott elnökválasztást tartanak. A legtöbb esélyes a Nazarbajev által kijelölt ideiglenes elnök Kasim Jomart Tokajev, akinek 6 riválisa indul a választáson. Tokajev győzelme teljesen biztos, ami azt is jelenti, hogy Nazarbajev, aki szintén leadta már a voksát, megőrzi majd informális befolyását a közép-ázsiai országban. A 7 jelölt közül csak egy nevezhető ténylegesen ellenzékinek, Amirjan Kosszanov, a Nazarbajev rezsim régi kritikusa. Komoly ellenállásra azonban nem kell számítani a Tokajevnek, aki az állami szféra és a Nazarbajev klán teljes támogatását élvezi. Ugyanakkor az elnök váratlan visszavonulása nyomán az elsősorban régi arcokból álló, gyenge ellenzék mozgolódni kezdett. A választás napján is tartottak tüntetést a fővárosban Almatiban, amelyen tiltakoztak az ellen, amelyet a hatalom átmentésére tett kísérletnek neveztek, és a választás bojkottjára szólították fel az ellenzéki érzelmű szavazókat. A rendőrség több tucat tüntetőt tartóztatott le.